A karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8-os tehetségével, Kovács Ágota Csengével beszélgettünk arról, hol folytatja ősztől tanulmányait, és milyen emlékek kötik az iskolához. A fiatal tehetség az országos fizikai versenyen elért eredményeit emelte ki sikerként, de a matematika versenyek is emlékezetesek számára. Ezeken kívül az ének és a rajzot, illetve a történelmet is szerette. A Jedlikányos, hát nem is igazából matematika, inkább fizika versenyt. Ott voltam még 6-osként, és ott egészen jó eredményt értem el. Az egy országos verseny. Szeretem a matematikát, szeretem az éneket, a rajzot, illetve a történelmet is szeretem, de azzal nem foglalkozok különösebben mélyrehatóan. A zeneiskolában 6 éve az ütős tanszak tagja, és Dudás Enikő tanárnővel sok zenei versenyről jött haza sikerrel. Mellette Házi Sárai Mária tanárnőnél énekelni tanult. Már 2 évesen a templomban énekelt. Még nagyon kicsinek játszottam zongorán, és most pedig már 6 éve ütőzök, és azzal is voltunk versenyen nagyon sok helyen. Énekelni nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi korom óta éneklek. Még emlékszem, amikor, és én nem emlékszek, de mesélték, hogy 2 éves koromban a templomban már énekeltem, és utána 4-5 éves koromban elkezdtem járni zeneiskolába. Kedvenc dala, zeneszerzője nincs, de inkább könnyű zenét énekel szívesen, s ha kell, szólózik is. A Refis 8 évből a legfontosabb számára az, hogy a nagyon jó tanárok rengeteg értéket, tananyagot átadtak neki, s jól tudtunk tanulni az osztályban. Véli a diák. A versenyszellem megvolt köztük, bíztatták egymást. Szerintem ebben az iskolában nagyon-nagyon-nagyon jók a tanárok, és rengeteg sok értéket át tudtak nekünk adni, nem csak tananyagokat, de szerintem azokat is jól át tudtuk sajátítani. Mint mondtam, engem a történelem érdekelt legjobban, meg a matematika. A digitális oktatásban nehézséget jelentett, hogy a fizikálisan magyarázatot nem kaptak a pedagógusoktól, de mára megszokta ezt a fajta oktatást, és jól megy a tanulás és a számonkérés is. Az eleinte nehézség volt szerintem, hogy nem kaptunk fizikálisan magyarázatot a pedagógusoktól, de úgy érzem, hogy mostanra már megszoktuk, meg sikerült belerázódni ebben az egész helyzetben, úgyhogy szerintem mostanság már jól megy. Ősztől a debreceni Tóth Árpádban folytatja. Sok élmény, tanulás vár, és rengeteg tapasztalat. Egyedül lesz Debrecenben, csak hétvégén jön haza. Így azt várja, hogy kicsit az önállósága is fejlődjön. Sok élményt, sok tanulást, tudást és rengeteg sok tapasztalatot, ugyanis egyedül leszek Debrecenbe, tehát már nem itt lakok majd a családommal, csak hétvégén jövök haza, úgyhogy azt várom, hogy kicsit tudjon az önállóságom is fejlődni. Az iskolát igazából azért választottam, mert tudom, hogy ott nagyon jól oktatják a matematika-fizikát.